Oké, okay, folytassuk, és nézzük meg, hogy hogy áll a cirkusz ezen a héten. Ez Borsod online, hogyha jól értelmezem, és arról beszél, hogy Kövé László azt mondja, hogy Európa érdeke is az, hogy a kormány folytatni tudja a munkát. Azt, hogy ez ezt miből szűrte azt nem tudom, hiszen Európa folyamatosan azt mondja, hogy Magyarország egy szélső jobboldali álláspontot képviselő diktatúra tulajdonképpen, vagy fél diktatúra. Ennek ellenére ez a karakter azt állítja, hogy Európának az az érdeke. Lehet, hogy szerinte az az érdeke, de hogy Európa nem így látja, az biztos. Persze nekem teljesen mindegy, igazából ez az egész egy színjáték, ugyanúgy Magyarországon, mint ahogyan az Európai Unióban ez az mindig is az volt, mindig is az lesz. Ahogy én egyelőre látom, az az, hogy Magyarország két régió határán helyezkedik el, az egyik ugye az a régi Szovjet, terület, a másik pedig a Európa, és ennek megfelelően alakul a politikai helyzet az országban. Valahogy a dolgok állásából én arra következtetek, hogy Magyarország be fog ragadni a két terület közé, mind ugye földrajzilag, mind pedig politikailag, és lényegében ez az, ami zajlik a választásokkal, illetve azzal, hogy a Fidesz KDMP vezeti az országot most már egy jó ideje. Amit mond, az érdekes viszont Kövér László úgy vélte, ha ezt a választást ugye a Gyurcsány Ferenc által vezetett ellenzéki koalíció nyerni, már az maga, hogy Gyurcsány még mindig itt van, az szerintem mutatja azt, hogy milyen szinten van az a lakosság Magyarországon. Az, azok után, amit ők csináltak az országgal, azok után ő még mindig itt van. Úgy értem, hogy nyíltan elismerték, hogy hazudtak, hogy nem csináltak semmit. Persze mind azt csinálja kivétel nélkül, de azért az egy másik kategória, amikor ezt elmondják, és ő ennek ellenére még mindig itt van, és emberek komolyan veszik, ez szerintem szerintem leírja az országnak a, a mindenféle szintjét. A folyamat, ugye a probléma az, amiről ő beszél, hogy minden Brüsszel, brüsszeli követelésnek eleget téve bevándorló országá alakítanák Magyarországot. A jövő így is, úgy is ez. Attól függetlenül, hogy ki mit akar, vagy ki mit szeretne, attól függetlenül a jövő ez lesz. És nagyszerűen összefoglalja kövén László, egy folyamat végső célja egy Európai Egyesült Államok kialakítása. Melyben nemzetállamok elveszítenék jelentőségüket és hatásköreiket. Elmondják, hogy mi az igazság, mert tudják, hogy már mindegy. Az embereket nemcsak, hogy nem érdekli az emberek, nem is fogják fel, hiszen olyan emberek, mint Gyurcsány, még mindig komolyan szerepelnek a magyar közéletben, ez jelzi azt, hogy milyen szinten van a magyar lakosság. Úgyhogy elmondják, hogy mi a terv, hogy mi a jövő, ezt így se úgy se lehet megállítani. Nem Európai Egyesült Államokat alakítanak ki, hanem egy világ kormányt. Ez az, ami felé haladunk. A bevándorló dolog, a háborúk, az összes diplomáciai manőver, ami a világban történik, az ezt a célt szolgálja. Egy ilyen választásnak nincsen jelentősége. Ezek lefutott dolgok, előre eldöntött dolgok. Az, hogy mi fog történni az országgal. Az, hogy ki vezeti ezt, vagy, vagy azon belül milyen, milyen taktikát alkalmaznak, az jelentéktelen. A lényeg az, hogy a terv el van döntve. Ha ez sikerül megvalósítani választástól, függetlenül csak bábkormányok kerülhetnek a tagállamok így Magyarország élére is. Ez van már nagyon-nagyon régen. Választástól függetlenül báb-kormányok állnak az országok élén, így Magyarország élén is. Ez nem a jövő, ez nagyon-nagyon ez régen így történik. Nem csak itt, mindenhol a világon. Mindenhol a világon. Ezek az emberek, akik úgy tűnik, hogy egymással harcolnak, ezek egy követ fújnak és egy célért harcolnak. Az, hogy ezt tudják-e tudatosan, vagy csak tudatlanságukban, teljesen mindegy. A jövő az ez, és ezt látjuk a saját szemünk előtt megvalósulni. Aki azt gondolja, hogy ezzel ellen lehet tenni valamit, hogy egy ilyen választás, hogy melyik csapat, Bohóc áll az élen, számít, az nem érti, hogy, hogy hogy működik ez a világ. Megemlíti azt is, hogy a Visegrádi Négyek, az Ausztriai Események, az olasz dolgok, amik ott történnek, illetve a Németországi szélsőbb Erősödése mind azt mutatja, hogy az unión belül, kialakult egyfajta feszültség. A helyzet az, hogy minden, ami történik, azért alakul így, mert akik uralják és irányítják ezt a világot, így szeretnék az ellenség vezetésével, hogy ez így alakuljon. A feszültség elengedhetetlen annak, el, annak elérése érdekében, amit ők akarnak. A káoszt elő kell idézni. Az embereknek akarniuk kell, hogy az legyen, ami, amit, amit ők akarnak. És, és azzal a az állapottal, amit most szépen lassan előidéznek, az a pontosan a saját malmukra hajtják a vizet. Hiszen a káoszból utána egyszerű lesz majd kialakítani egy, egy egységes rendszer. Ezután természetesen hozzáteszi azt, hogy emelkedtek a jövedelmek, a minimálbér minimál az duplája a 8 évvel ezelőttinek. Hát még jó, hogy több lett, mint 8 évvel ezelőtt, mikor az infláció miatt fele annyit nem ér már. A fizetések vásárló értéken számolva 28%-kal érnek többet, mint 2010-ben. Nyugdíj emelés, nyugdíj prémium, nyugdíjon kívüli intézkedések, mint a rezsicsökkentés, erzsébet és a többi, és a többi. a gazdákat, Európa legnagyobb ráfordítása működő, legszínesebb, legötletesebb családtámogatási rendszerét alakították ki. Én nem vitatom azt, hogy, hogy javulhatott a helyzet, mit tudom én, nem is érdekel. A lényeg az, hogy honnan érkezik ez a pénz, amit erre költenek. Ha egyszer a gazdaság nem lett jobb, mert nem lett jobb, ez kétségtelen. Mitől lett volna jobb? Mitől lenne jobb? Egyszerűen nincs. Úgyhogy ez az összeg mind egy helyről jön. És az pedig az Európai Unió. És akitől a pénz jön, az mondja meg, hogy mi történik. Még egy érdekes idézetet mutatnék. Móring József Attila azt mondja, hogy Európa nyugati felében élők súlyos válságban vannak, elvesztették identitásukat, Istenüket, sőt magukat képzelik Istenek, mint az egész világon mindenki. Hiszen így alakul ki majd az egységes világrend, hogy mindenki eltávolodik a, a valóságtól, és egy álomvilágban éli le az életét ahol azt hiszi, hogy, hogy, ő eldönti majd, hogy melyik csapat bohóc lesz az, aki vezeti az ő életét, és így az változni fog. Ez ugye egy Gyurcsány Ferenc, és ez a cikk a webradio.hu oldalon jelent meg. Arról beszél, hogy az a demokratikus koalíció, ami gondolom az a szervezet, amiben nek ő a tagja, ők úgy gondolják, hogy a jelenlegi kormány alapvetően a bűnre épül. És ezt ő mondja, hogy szemérmetlenül, átlátszóan lopnak, meg sem fordul a fejükben, hogy egyszer valaki számon kéri rajtuk fogalmazott. Miután elmondta, hogy nem csináltak semmit, meg végig a négy évet, meg loptak, csaltak, hazudtak. Ennek ellenére ő azt mondja, hogy ez a kormány, ennek ez a legnagyobb bűne. Kormányváltás után Magyarország csatlakozik az európai ügyészséghez, és megszüntetik azt az állapotot, hogy a hatalomhoz közel álló kontroll nélkül lophassanak, tette hozzá. Miért, hogyha kontroll lopnak, akkor az jobb lesz? Mint ahogy ők is véglopták, az összes véglopja az egészet. A másik cikkben mindjárt megmutatom. Arról beszélnek, hogy nem maradt sok uniós pénz a választások utánra, a források 92%-át már odaítélte a kormány. Arról van szó, hogy a 49% az 4.365 milliárd forint. 154.000 pályázat érkezett be, és 12.476 milliárd forintról van szó. 12.476 milliárd forint elég feldolgozni. 81.000 pályázat kapott pozitív elbírálást ugye ennek a 92%-áról már megvan a döntés. Magyarul ez a 12.476 milliárd forintot, ami ez itt, hogyha megnézzük, hogy ez mennyi euró mondjuk legyen 310, akkor ez ennyi euró. Ezt valahonnan elő kellett szülni az Európai Uniónak, még ha nekünk nem is kell visszaadnunk ezt az összeget, amit most így nem próbálkozok meg kimondani, de Honnan érkezik ez az összeg vajon? Mert az oké, okay, hogy ők ezt nekünk adják, csak úgy, még ha nem is kéne visszafizetni, nem tudom, hogy ezek milyen összegek, akkor is valahonnan érkeznie kell a pénzek. Nincsen ingyen pénz, olyan nincs, hogy valahonnan előáll pénz varázsütésre. Az, hogy aztán ezek elosztják maguk közt, meg a haverok cégeinek, hogy itt-ott csináljanak egy utat, meg felügyítsenek egy iskolát, azok 90%-et meg ellopják, az utána valahonnan azt az összeget elő kell teremteni, de lehet, hogy előtte elő kellett teremteni. Honnan érkezik ez az összeg? Mi, mi, lesz annak a következménye, hogy ilyen összeget csak úgy repkednek, és ez csak Magyarország? Mi van a többi országa? Ennyire száguldanak a gazdaságok, hogy ez mind nekünk a, a a bevételből érkezik, az unió bevételéből, mikor minden állam gyakorlatilag téren csúszik, az összes mediterrán ország, kelet-európa, mindenki gyakorlatilag padlón van, ennek ellenére ilyen összegek röpködnek országoknak csak úgy. És közben Gyurcsány tovább folytatja a hazudozást, olyan dolgokról beszél itt, hogy mintha a kígyó sziszegné ugyanezeket, amiket a kezdetektől fogva ugyanazt mondja, mint amit mindig is mondott. Hogy egyrészt a kormánypárt az ugye nem megfelelő, mert ez meg az meg amaz a probléma. Utána arról beszél, hogy ők emberi hangon intelligensen nyitottan folytatják le majd a legnehezebb vitákat is, ami ugye egy örök hazugság az összes választásban, hogy alázatosnak kell lenni, hogy honnan is tudná, hogy hogy kell alázatosnak lenni, ha eddig nem tudta. Ezután az hazudja, hogy nem dísz szakszervezeteket akarnak, hanem igazán erős csoportosulásokat. Olyan érdekképviseleteket, melyek által jobban meg lehet becsülni a munkavállalókat. Ki, valaki, őszintén valaki, aki nézi ezt, tegye fel a kezét, aki azt gondolja, hogy őket érdekli az, hogy mi történik az emberekkel. Mert annak súlyos problémái vannak a valóságnak a megítélésével. Azután azt mondja, hogy a cégek sikerességében a vezetők és az alkalmazott technológiák mellett az ott dolgozók munkája is benne van. És okszerű lenne azt mondani, hogy bizonyos jövedelmezőségi szint fölött a cégek nyereségének egy részét meg kell osztani a siker létrehozóival. Miért nem kezdik a saját cégeikkel? Miért nem csinálják ők így? Mikor, mint Bajnai Gordon, amikor tönkretett a fél országot azokkal a cégeivel, ahol, ahol Ezrek mentek tönkre, meg utána az egész megélhetőségük eltűnt. Mi, miért nem ők kezdik maguk közt ezt? Mi, minek erről beszélni? Miért nem csinálja? Hogy, hogy lehet egyáltalán ezt komolyan venni, amit beszél? Ez egyszerűen hihetetlen szám. Nem tudom, hogy ezt valaki egyáltalán elhiszi-e még ezeket a dolgokat. Ezután tovább folytatja a hazudozást. Pontosan úgy, ahogy mondtam, mint a kígyó a kertben meg azóta mindig. Kijelent az is, hogy a bértárgyalás csak infláció feletti bérekről lehet folytatni, mert az infláció szintjéig automatikusan jár a növelés. Mindenhol adakoznak. Erről szól a választás előtti időszak. Megígérek neki mindent, aztán nem tartok be semmit. Nagyszerű. Emeljék a béreket az infláció fölé. Ki fogja azt finanszírozni? Honnan fog érkezni majd ahhoz a pénz? Ha egyszer nincs gazdaság, ha egyszer nincs semmi, csak, csak migránsok áramlanak be ezrével az egész Unióba naponta. Munkanélküliség van, termelés megszűnt, mindent importálunk Kínából, meg Tajvanból. A lakosság előregedik, nem születnek új. Gyerekek, akkor mit akarunk egyáltalán? Honnan lesz nyugdíjra pénz? Az arról senki nem beszél, hogy egy olyan országban, ahol egyre több munkanélküli van, plusz beáramlanak olyan emberek, akik alkalmatlanok a társadalomban való részvételre, ahol egyre kevesebb gyerek születik, egyre több idős van, ott nem lehet nyugdíjat kiosztani egy idő után, mert nem lesz, aki megtermelje azt. Kölcsönből pedig nem lehet fenntartani egy gazdaságot. Azután azt mondja, hogy az alapvető közműdíjak árát sávosan kell meghatározni. Kormányra kerülve egy minimális mennyiségű vízgáz felhasználását ingyenesé tennék. Nincs olyan, hogy ingyenes. Az ingyenes nem létezik. Legfeljebb valaki nem fizet érte, de, de, de másnak azt meg kell fizetni. Ha ez ingyenes, akkor az drágább lesz. Ha itt megemelik a bért, lecsökkentik a, a rezsi árát, megemelik a nyugdíjat, itt prémiumot adnak, ott Kiosztják a, a, mit tudom én, kinek a nyereséget, valahonnan a pénznek jönnie kell, érkeznie kell a pénznek. Miért nem gondolkodnak az emberek, mielőtt ilyen hazugságokat ö, egyáltalán megfontolnak. Mindenki ígérget, ugyanerről volt szó múlt héten is. A másik más hazudik, ez ez hazudja. Persze jól hangzik, minden jól hangzik. A hazugság mindig jól hangzik, különben nem hinné el senki. 24.hu. Ugyan erről beszél hogy durva osztogatásba kezdett a kormány a választások előtt. Legalább ezek kormányon vannak, úgy osztogatnak. A többi még ott sincs, még igazából nem is tudhatja, hogy hogy áll a gazdaság, de ők már osztogatnak. Én nem szavazok egyikre se, soha nem is szavaztam, meg én azt mondom mindenkinek, hogy tartsa magát távol ettől az egész szánam a színjátéktól. Engem nem érdekel, hogy ez a bohóc van hatalmon, vagy az. Nekem teljesen mindegy. Én egyik mellett se vagyok, meg egyik ellen se. Én azt mondom, hogy hazudnak, mindig is hazudtak, és mindig is hazudni fognak, és ez az igazság. Mindenki imád osztogatni abból, ami nincs. 2018 év első pár hónapjában 70 milliárd forintot tud a kabinet elkölteni, kifejezetten a választásokra időzítve. A 2018-as költségvetés alapján 110 milliárd forint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre féltéve ez az összeg. Ebből 70 milliárd erre a választásokra megy el, hogy, hogy, az embereknek a száját betömjék valamivel. Hát közben még néhány ilyen primitív dolgot megosztok, ez ugye a blik, de itt arról beszélnek, hogy a Fidesz frakció az MTS fordul, és eljutott egy közleményt, melyben azt írja, hogy hangfelvétel bizonyítja, hogy Farkas Gergely a Jobbik jelöltje pénzt ajánlna lehet más a politikai jelöltjének, hogy lépjen vissza. Másik oldalon a Jobbik azt mondja, hogy a választás rendjét a miniszterelnök veszélyezteti. Ugyanis azt mond, az arról beszélnek, hogy a miniszterelnök március 15-én mindenkit jogi eljárásra fenyegetett meg, aki nem a Fideszre szavaz. A Fidesz azt mondja, hogy a soros hálózat már külföldi kormányokon keresztül is be akar avatkozni a magyar belpolitikába. Az az egész így működik, mindig is így működött. Hogy miért soros emelték ide, azt egyszerűen nem értem, de soros egy eleme ennek az egész káosznak, ami kialakul a világban. De egyébként szerintem soros csak egyfajta ilyen nyilvános karakter, akit már mindenki ismer, mindenki utál, és így ezt is rá tudják akasztani ezt a dolgot. De amúgy ez az egész nem más, mint egy színjáték. Arról beszélnek, hogy soros és a hozzá civilek már illegitim módon, törvényellenes vagy törvénytelen módon, mint a Black Lives Matter és az, az összes civil szervezet tulajdonképpen, hiszen egy civil szervezetet valamiből finanszírozni kell. A támogatások, amelyeket a civil szervezetek kapnak, azok érkezni, érkeznek valahonnan. Ahonnan érkeznek, azok határozzák meg, hogy mi mi az, amit támogatnak. Így csak az a civil szervezet kap támogatást, ami azt a célt szolgálja, amit az elit szeretne. Ez nem kell géniusznak lenni, mégis úgy tűnik, hogy nehéz feldolgozni. Antidemokratikus eszközökkel, külföldi szervezeteken, minisztériumokon, kormányokon keresztül akarnak nyomást gyakorolni a magyar kormányra. Akarják befolyásolni a magyar belpolitikát, jelentette ki a kormánypárt frakció vezetője. Most akkor ez azt jelenti, hogy mi vagyunk az egyetlenek, ahol ő neki még nincsen befolyása, hiszen külföldi kormányokban már van, de itt még nincs, mert ők minket próbálnak valamilyen módon befolyásolni. Azt akarja valaki mondani, hogy mi kimaradtunk ebből, hogy külföldi országokban már ott van soros keze, ő azokon keresztül már manipulál minket, de itt még nincs, hiszen ezek azt állítják hogy őket próbálja befolyásolni. Ki ez, aki ezt elhiszi? Aki komolyan gondolja, hogy egy ekkora ország, vagy akár mekkora ország, ki kilóg ebből az egész cirkuszba? Ha már cirkusznál tartunk, aki nem, nem, nem fogja fel, nem érti meg azt, hogy a választás ugyanúgy, mint a politika, vagy az oktatás, a szórakoztatóipar, a média, vagy az úgynevezett tudomány, mind része annak az átfogó programnak, amivel az emberiséget eljuttatták erre a primitív szintre, hogy elhitte, hogy semmi nem számít, csak az, amit meg tud fogni, meg tud enni, meg meg tud inni. És az, hogy ilyen színvonalon vannak a hírek, a választásokkal, meg úgy általában mindennel kapcsolatban, az, az egy figyelmeztető jel kellene, hogy legyen mindenkinek arra nézve, hogy mennyire primitív állapotban van nem csak ez az ország, hanem az egész emberiség. Mindenképpen kövessétek az Infobubble kettes csatornát, ahol keddenként 20 óra 30-tól jelentkezünk 90 perc az új világrendről. Azt is javaslom, hogy aki gondolja, töltse le a videókat, ossza meg másokkal bármilyen formában, ugyanis nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő, az azonban biztos, hogy nagyon gyorsan változnak a dolgok. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, halleluja és shalom!